Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy karmikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes jóslás vagy videó Margaréta részére. Kedves Margaréta, üdvözöllek téged ennél a videónál, a te karmikus témádról van szó. Mielőtt elkezdeném elmagyarázni azt, hogy milyen fordulat van nálad, szeretném elmondani, hogy mit jelent ez a kárma, és mit jelent ez a fordulat. Nekünk van lelkünk. A mi lelkünk az a belsőnkben van, és kell, hogy törődjünk a lelki dolgokkal. Ha meghalunk, akkor a lelkünk elhagyja a testünket, elhagyja a földet, és visszatér az isteni hatalomhoz. Aztán visszapillant, hogy mit élt át itt a földön. Ha a lélek szabadnak érzi magát és boldog, akkor kilép ezekből a kármikus témákból. De ha a mi lelkünk szomorú, és úgy gondolja, sokat hibázott itt a földön, akkor visszatér, benne van ebben a sors kerékben, és a lélek kiválaszt egy új utat. És ha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy van múltunk. Az asztrológiában erre utal a lefele mozgó holdcsomó Kétu, a sárkánynak a farka. Persze ennek szimbolikus jelentése van. De a lélek kiválaszt egy új utat, és van egy új kármikus út, egy új lehetőség, vagy egy új életterület, amire a léleknek szüksége van, és ez az új kármikus út, vagy életút az, amit a felfele mozgó holdcsomó mutat. Ezt a holdcsomót Rahunak nevezzük, és ez a sárkánynak a feje. Egy út, egy lehetőség, egy életterület, amit nem ismerünk. De a lelkünknek szüksége van erre. Most volt szeptember végén, október elején ez a kármikus fordulat. A lefele mozgó holdcsomó Kétu szeptember végéig a nyilas jegyében volt. Most a Skorpión jegyében van, és ott marad 2022. márciusáig. A Skorpión jegyénél érzelmekről van szó, mert a Skorpión jegye a víz eleméhez tartozik. Vannak itt megújulások. A felfele mozgó holdcsomó szeptember végéig még az ikrek jegyében volt, és most a bika jegyében van az indiai számítás szerint 2022. márciusáig. Ez egy kiút. Itt anyagiakról van szó, értékekről, és megtanuljuk azt, hogy mindazt, ami számunkra értékes, azt birtokba vegyük, ezek lehetnek belső értékek is, és hogy megtartsuk a nyugalmunkat, és élvezzük az életet. Szépítsünk valamit a környezetünkben. Az lehet egy kerti munka is. És hogy hat rád, hogy hat a ti horoszkópotokra ez a kármikus téma, ezt most megtekintjük. Először az elemekkel kezdeném. A te horoszkópodban, ha személyes bolygókat tekintem meg, Szaturnusz bolygóig, akkor
az azt jelenti, a tűz elemében van nálad egy visszatekintő Jupiter bolygó. Itt van a napod és Merkur bolygó is. A Föld elemében van egy visszatekintő Mars bolygó, egy visszatekintő Szaturnusz bolygó és a Holdad. A levegő elemében van Vénusz bolygó, és a víz elemében nincs bolygó, illetve a felfele haladó holcsomó található a víz elemében, és az azt jelenti, ez számodra egy életterület, amit te nem ismersz. Ez nem olyan különleges, hogy hiányzik egy elem a horoszkópban, majdnem mindenkinél előfordul ez. Te keresed kívül a víz elemét. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket, és te ezt a környezetedben keresed, szükséged van rá, hogy mások érzelmekkel közeledjenek hozzád. Természetesen ez kihat a párkapcsolat területére. Neked ő ezt nyújtani tudja, mert az ő horoszkópjában a víz elemében van Mars bolygó, az utal az ő férfias energiájára. Ott van nála Vénusz bolygó, az kihat a szerelmi élet területére, és nála ott van Merkur bolygó is, az pedig a kommunikációt jelenti, tehát ő nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen. Nálad pedig ez olyan, mint egy szivacs, szükséged van rá, amit ő nyújt számodra. Itt van köztetek egy ilyen vonzó, mágikus kapcsolat. Az ő horoszkópjában a tűz elemében van a nap és Jupiter bolygó, ugyanúgy, mint nálad is, és ez kihat az egyéniségetekre, és Jupiter bolygónál pedig a pozitív gondolkodásra, a szerencsére is. A tűz eleme az mutatja a bátorságot, a lelkesedést, a testi kapcsolatot is. Itt egy hangban vagytok. Az ő horoszkópjában hiányzik a föld eleme. A föld eleme mutatja a reális dolgokat, az anyagiakat, azt is, hogy tudná megvalósítani az ötleteit, de fél valamitől, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Inkább álmodozik, meg tervez, de nem valósítja meg. Viszont szüksége van rá, mivel nála a föld eleme hiányzik, ő másoktól akarja ezt megkapni. Ezt úgy tudod elképzelni, hogy neki megvannak a tervei, az álmai, de nem tudja megvalósítani, hanem te teszel döntéseket, és te veszed kezedbe a dolgokat, hogy ez mind megvalósuljon. A te horoszkópodban, a föld eleménél van egy visszatekintő Mars bolygó, ez mutatja a te erődet, de ezt a férfit is, mivel Mars bolygó visszatekintő, itt van nálatok kármikus kapcsolat. Nálad a föld elemében van egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó kihat a sorsra, őrzi a kármát, mivel visszatekintő, itt utal a múltra. Az azt jelentheti számotokra, hogy ti ismeritek egymást az előző életetekből. Nálad a te horoszkópodban a hold szintén a föld elemében van, és számodra fontos a biztonság érzete a párkapcsolatban is.
és te tudod neki nyújtani ezt a biztonságot, amit ő keres. Te keresed az érzelmeket, ő megkeresi a biztonságot. Így tükröződik itt valami. Te segítesz neki, ő segít neked. Az ő horoszkópjában a levegő elemében van a Hold és Szaturnusz bolygó. A levegő eleme mutatja a könnyűséget és a kommunikációt is. A Holdnál szüksége van beszédekre, de Szaturnusz bolygó ezt megnehezíti. Különösen az ifjúságában, az első élet felében élte ezt át, minél idősebb, annál jobban fogja magát kifejezni, és nála úgy van, ha valamit ő kimond, akkor azt ő úgy is gondolja, ebben megbízhatsz. Az ő horoszkópjában, mit mondtam, a víz elemében van Mars, Vénusz és Merkur bolygó, az utal az érzelmekre, kihat a párkapcsolatra, és Merkur bolygó itt a víz eleménél azért segít neki abban, hogy ki tudja mondani azt, mit érez, vagy mit szeretne elérni, különösen ami a párkapcsolatot illeti. Ketu, a lefele mozgó hold csomó, ami a kármikus témákat mutatja, és Ketunál a múltról van szó, az most a Szkorpión jegyében van 2022 tavaszáig, nálatok nincs bolygó a Szkorpión jegyében. Hogy melyik életterületen hat, nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Ami a felfele mozgó holdcsomót illeti, tehát egy kármikus út, új lehetőségek, új irány, vagy egy kiút, az most a Bika jegyében van, ez a holdcsomó ott mozog 2022 tavaszáig. Az ő horoszkópjában nincs bolygó a Bika jegyében, nálad viszont ott van egy visszatekintő Mars bolygó, egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, és egy visszatekintő Uránusz bolygó. Lesznek változások, lesznek sorsdöntő változások a párkapcsolat területén, te fogsz dönteni, és ő követ téged. Biztos lehetsz abban, hogy szüksége van a biztonság érzetére, te nyújtod ezt számára. Itt nem az anyagi biztonságról van szó, hanem ami az érzelmeket illeti, és ha te indítasz egy új irányt, ő követni fog téged, és amiben biztos vagyok, hogy te fontos vagy számára, és szüksége van rád. Ami a holdcsomótokat illeti, a te születési horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó Kétu, ami a múltadat jelenti, a Bak jegyében van, ott mozog most Szaturnusz bolygó, és lesznek nálad kármikus témák, emlékek is ebben az évben meg jövőre, mert addig itt hat Szaturnusz bolygó. A felfele mozgó holdcsomód, amit te nem ismersz, de nyújtja számodra a lehetőséget, az a rák jegyében van, ott található nálad egy visszatekintő Plutó bolygó, ami arra utal, hogy mennyire fontos, hogy erre koncentrálj. A rák jegyénél érzelmekről van szó, intuícióról van szó, és családi kapcsolatokról, vagy család alapításról.
az azt is jelentheti számodra, hogy tekints vissza a múltra, a gyermekkorodra, és azokat az emlékeket, amik szépek, azt őrizd meg, és az, ami téged szomorít, azt felejtsd el, és éljed a napot, a jelent, és ne a múltat. Ha ez sikerül, akkor érezni fogod Plutó bolygó energiáját, a belső erődet, ami kihat a testi kapcsolatra is. Az ő horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó a nyilas jegyében van, ott mozgott az elmúlt másfél évben, szeptember végéig ez a holdcsomó, tehát visszatért hozzá. Az azt jelenti, hogy több mint másfél éven keresztül neki kármikus témái voltak. Ez most úgy lezárult, mert Ketu elhagyta a nyilas jegyét szeptember végén. Az ő horoszkópjában a felfele mozgó holdcsomó Ráhu az ikrek jegyében van, ott mozgott szeptember végéig Ráhu, tehát itt is volt egy ilyen visszatérő kármikus téma. Számára fontos volt egy kiút, egy új lehetőség, hogy melyik életterületen hatott rá, azt nem tudom megmondani, mert ahhoz kellene, hogy tudjam, hogy hány órakor született, mert akkor látni tudnám az életházakat. És most áttérünk a jóslásra. Egy kármikus jóslás, egy kármikus fordulat. Itt ez az első kártya. Mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Itt vannak változások, megújulások. Jobbra fordul a helyzet, mert alul ez a szürke szín mutatja a félelmeket, mindazt, amit átéltél a múltban, ami téged nyomaszt, ezt most elfelejted, ezt lezárod, túlteszed magadat ezeken a nehézségeken, túlteszed magadat a félelmeken. A következő kártyánál a múltról van szó, azokról az emlékekről, vagy tehetségről, ami szép, ami téged erősít. Itt ezen a kártyán látunk egy férfit. Ennek van egy szimbolikus jelentése, és mutatja a te tartásodat. A háttérben a kapu lezáródott. Te le tudod zárni a múltat. Itt vannak kihívások, korlátozások, de nem futsz el előle, hanem véded magadat. Megvan az erőd, megvan a bátorságod. Még mindig a múltnál maradunk, vannak más emlékek is, ami elszomorít, gyengít téged, és tudsz ezen változtatni. Mi ez a kihívás, azt mutatja a következő kártya. Ez a kártya szimbolizálja a belső harmóniánkat. Ne túl sokat, ne túl keveset. Az egyik korsóból jön ez a fény, az arany, a másikból az ezüst, az egyik szimbolizálja a napot, a másik pedig a holdat. Az, ami nálunk tudatos, az az arany vagy a nap energiája, vagy ami öntudatos, az érzelmek, a vágyak, az álmok, az az ezüst, a hold energiája. Ezt kellene összhangban tenni. És mi a kulcs a sorsodhoz, a kármikus témákhoz, azt mutatja a következő kártya. Ennél a kártyánál az érmékről van szó. Az mutatja az anyagi dolgokat, a hivatást is,
és az értékeket, a belső értékeket is. Itt valaki vagy valakik figyelnek téged. Az lehet, hogy emiatt elbizonytalanodsz, de légy magabiztos, bízz a saját értékeidben. Előfordulhat az is, hogy kérsz tanácsot másoktól, mert valami bizonytalanná tesz téged, és úgy érzed, mások értékesebbek, vagy jobbak, mint te, összehasonlítod magadat, ez nem jó. Bízz magadban, a te tudásodban, a te értékeidben, vedd kézbe a dolgokat. És mit értél el eddig a sors utadon, azt mutatja a következő kártya. Te megtaláltad a lelki társadat. Ezen a képen egy fiatal fiú van. Az nem jelenti azt, hogy ez a férfi túl fiatal, hanem azt jelenti, hogy ő még tapasztalatlan, vagy kis lépéseket tesz irányodba. De ami biztos, hogy ő a te lelki társad. A következő kártya azt mutatja, mit tudsz tenni, hogy javuljon a helyzet. Ezen a kártyán láthatunk egy férfit. Körülötte korlátozások vannak, de ő befele tekint. Az lehet az ő tartása, az ő jelenlegi helyzete, és időre van szüksége, amíg átteszi magát ezeken a korlátozásokon. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, az jelentheti azt is, őrizd meg a nyugalmadat, és fordulj befele, képzeld el azt, hogy minden jóra fordul kettőtök között. A következő kártya azt mutatja, mi a feladatod, mi a leckéd, hogy tanít meg téged az élet iskolája. Te vagy ez a királynő, és ez a királynő uralkodik az érzelmek felett. Itt vannak spirituális dolgok is, az lehet a te hivatásod. Bízz ebben, hallgass a belső hangodra. És mit tudsz javítani az életeden, azt mutatja a következő kártya. Itt ennél a kártyánál láthatjuk a királyt. Ő is uralkodik, mégpedig a víz eleme felett. És a víz eleme az az érzelmekre utal. Ő a te lelki társad. Higgy ebben. Akkor is, ha más fele tekintetek, és te éled a te életed, ő messze van, éli az ő saját életét, mégis megvan köztetek ez a lelki kapcsolat. A következő kártya mutat egy isteni vagy egy égi üzenetet. Ez a kártya arra utal, minden rendben van. Az érmék jelentik az anyagiakat, ennél a kártyánál jólétről van szó, de jelenti a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. Amit még ez a kártya szimbolizál, az a föld eleme, azok a reális dolgok. Ebből a párkapcsolatból lesz valami, és ez értékes számodra, és te is értékes vagy számára. Mi segít, vagy ki segít ebben, azt mutatja a következő kártya. Itt ennél a kártyánál a négyes számról van szó. Az utal a biztonságra, az anyagi biztonságra is, és a bizalomra. Bíz abban, hogy ez a párkapcsolat megvalósul. Ti együtt fogtok élni. Lehet, hogy időre van még szükség, kell a türelem, de türelem rózsát terem.
amit még ez a kártya közöl veled. Próbáld meg őt kicsit elengedni, ne tartsd így szorosan a kezedbe az érméket. Ez minden úgy magától kialakul, mert ő fogja ezt a döntést hozni, és követni fog téged. Az utolsó kártya mutatja a jövőt. Mi várható rátok? A mágikus jelenik itt meg. Van köztetek egy mágikus vonzalom. Ez a férfi nem tud nélküled élni. Ő nagyon szeret téged, és van köztetek ez a mágikus vonzalom, és egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Mi az ő lelki üzenete számodra? Azt most megtekintjük. Egy szép, romantikus idő áll előttünk. Tekints ebbe az irányba, mert egy gyönyörű jövő áll előttünk. Kedves Margaréta, ez volt a te felvételed, így tudtam a kármikus témákat elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!